Miután tovább enyhítettek a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan bevezetett intézkedéseken, Pakson is megnyithatnak a vendéglátó egységek, de zárt terekben kötelező betartani a védőtávolságot és a maszk viselésétől sem tekintenek el. A paksi polgármesteri hivatal is fogadja az ügyfeleket május 18-ától. Most még védőszalag jelzi, hogy tilos a játszótereket használni, ám hétfőtől újra birtokba lehet venni ezeket a játékokat. Pakson is megnyílnak ugyanis a szabadtéri játszóterek, amiket a hétvégén fertőtlenítenek le. Előtte mindenféleképpen fertőtleníteni fogunk, tehát a hétvégén fog megtörténni a fertőtlenítés ezeken a játszótereken, a már korábban megkezdett folyamatot itt is elvégezzük. Hétvégén a vegyszerezés miatt még nem használhatják a játszótereket a paksiak. A jelenleg hatályos korlátozó jogszabályok vasárnap éjfélig érvényesek, az enyhítés hétfőn 0 órától lép érvénybe. Szabó Péter elmondta, a bölcsödék, óvodák, iskolák továbbra is zárva tartanak, ahogy eddig is, de gyerekfelügyeletre van lehetőség a meghatározott szigorú szabályok betartása, betartatása mellett. Amióta ugye elkezdett azért szépen lassan visszaállni a rend, nyilván azért ragaszkodva ahhoz, hogy a higiéniai szabályokat betartsuk, az elmúlt két hétben valóban emelkedett a bölcsödei és az óvodai szolgáltatást igénybe vevők száma. A bölcsödébe és az óvodákba továbbra is várják a gyermekeket, akiknek a felügyeletét és ellátását a szülők otthon nem tudják megoldani. A szabadtéri strandok megnyitására is lehetőséget ad egy korábbi kormányrendelet. A paksi strand felkészítését is megkezdték a nyitásra, a részletes szabályok kidolgozása jelenleg is tart. Ezek részleteiről és a nyitás időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.